Így tudtam megszerezni több mint 30 rank 30-at, kevesebb mint 10 nap alatt. Ennek a dolgonak köszönhetően, ugyanis ezt most a Supercell nagyon-nagyon elrontotta. De erre valószínűleg már ti is rájöhetnetek. Viszont, hogy miről is van szó? Hát tőle egyszerűen erről a Spongebob-os editről, ami magában nem is lenne probléma, ugyanis a skinek, animációk, a mapok, és mikor a kémodnak az nagyon nagy probléma, ugyanis elmegy. Magában ez a Creative Crash-hez is tökkel jól lett éve a cégnek is nagyon sok pénzt, ami ugyanúgy nekünk is jön, mert akkor jobb update-ek jöhetnek. Nagyon menő skineket kapunk belőle, ugyanúgy, tehát ezért nem kell magyaráznom, aki játszik, ezek az új is tudja. Na, de mit ezek a power-upot, az, hogy lehet. Ez így, én nem tudom, hogy itt mit gondolt a Supercell, vagy hogy ez így most tényleg nem nézték el már meg előtte, vagy igen, de hogy ez így, ez olyan unbalanced, mint a, de úgy is tudjátok egyébként, hogy ilyen 20.000 kupás playerek pusolnak fel 1000 kupákra ugyanúgy, ami hogy bazd meg, 5 éve játszom, de sőt, 6 éve játszom ezt a játékot, és 2 rank 30-at sikerült összekapargatnom. És nem azért, mert szar vagyok. Egyáltalán nem azért, mert szar vagyok. Egyszerűen azért, mert az eddig egy olyan szint volt, ami így... Tehát, hogy valakinek ott van, akkor azt tudta róla, hogy ő tud. Tehát, hogy ő az, aki azért vigyázni kell. Viszont ez az egész teljesen felborította ezt az egészet. Na hát ez teljesen csodálatos amúgy. Teljesen felborította az egész kuparendszert, és így minden, mert most azt fogsz látni, hogy eltelik 5 hónap, rám is fogni azok mindjárt, azt fog látni, hogy ott van 50 rank 30, azt gondolod, hogy majd jaj, hát ez lesz, hogy ez csak az lesz majd, hogy hát ez most vajon tényleg skiller, vagy ez csak az eventbe ért el, nem is tudom, hogy ez most vajon lesz, most így micsoda. A másik nagy probléma az pedig az, hogy hogyha teljesen felborult a kuparendszer ez az egészen, ennek köszönhetően mindenki így megindult a picsába fölfelé, és ugye én mondtam, teljesen felborult a kuparendszer, és az, hogy mindenki megindult, hogy ez nem is lenne probléma, mert aki nem elég skilles ahhoz, hogy megtartsa egy rank 30, az nyilvánvalóan le fog esni a trófi esetek miatt arra a szintre, ameddig már meg tudja tartani a kupáját. Viszont mint mondtam, ez az a probléma, hogy a rank 30-as ikon az nem fog onnan eltűnni, az ott lesz a világ végéig, az a rank 30, hogy te vele azt elérted, és majd nem fogod tudni azt, hogy most vagy ez most az úgy realbe érte, vagy hogy ez most így mi van. A másik érdekesség az pedig az, hogy aki régebben nem játszott, azt tudhatja, hogy ugye régebben az ilyen player made islandeken, ugye van, az emberek csinált napokon, azokon lehetett játszani, és azokon lehetett kupát szerezni ugyanúgy, ami magában tökre jó volt, és nem is volt unbalanced, viszonylag úgy nagyjából egybe volt az egész, és onnan meg kivették a kupa lehetőséget azzal a szóval, hogy felborítja a kupa rendszert, hát nem tudja, ez nem borítaná fel. Bár valószínűleg ugye nyilván ezt is azért csinálták, mert kurva jó pénzük jön belőle, tehát aki ezt nem látja, én azt nem tudom, az nincs fel a szemét, de hát nyilván nagyon jó pénzük jön ebből a Supercellnek, hogy ugye itt vannak ezek a krestikersek, ugye megveszed, felpusolsz 60 rank 30-at, és ez adtál nekik egy 60.000 forintot gyakorlatilag. Mondjuk én ennek tökéletes az ellentétje vagyok, és én meg egy forintot nem költöttem krestikersre, és így megvan az összes power up az ennek a felém. De hogy ezeket, tehát nagyon durván fel lehet pusolni, hogy a rank 30-akra ezek a power up-okkal, és továbbra is, mint rank 30, tehát rank 35 az egy olyan szintet most, mint egy rank 30. Körülbelül ez körülbelül így lehet leírni. A másik dolog az pedig az, hogy nyilvánvalóan én is felszeretnék magasabbra pusolni, tehát nekem hogy az egyébként a terveim, majd, hogy felpusolok 1100 kupákra vele, ahogy a 10 karakterrel, és akkor ugye az fentebb lesz, és akkor nem fogunk fel annyira leesni. Nyilván ugye bár vannak olyan power-up-ok, amik rohadt OP-k, vannak olyan, amik nem, vannak olyan power-up-ok, amik OP-k, de az adott karakter, ami van, arra nem OP. Ilyen például a csámból is berakják egy nitára, hát most őszintén nem lesz ott OP, viszont ugyanúgy mondjuk akár egy Colton, ugye akkor rohadt OP lesz, mert megnöveli a range-ét, és ugye az ammó végén, amikor végére az ammó, akkor nem tudja kanyarintani az ammót. Ugyanúgy ez van a izénél, a Moon-nál, hogy annál meg nem az, hogy bekanyarintja azt is, de hogy egy kettőször akkor lesz a range-et, tehát ha van 7 kockás ez a múlva, akkor a csámból, ami be van aktiválva, lesz 15. És én ezt tényleg nem is értettem, hogy így hogy? Tudod, ennek köszönhetően olyan brutálisan könnyen fel lehet pusolni minden karaktert 1000 kupára, és ennek köszönhetően a 8000 kupát is nagyon könnyen lehet jelenni, tehát hogy így... Ja, és így egyébként alapban is azt terveztem, mint hogy sok más ember szerintem, hogy én amúgy ezt alapban nem akartam volna kiasztani. Arra gondolom, hogy most felviszem a maxet, hogy az ilyeket csak 30, amit ugye alapban is fel akartam mindig, mert kedvenc ból lenne, vagy mindenki is hagyom a picsába egyébként. Viszont bejöttem arra, hogy ezt hagyni fogom a picsába, akkor a event végére én ne fog esni két top 200 arán magyar izébe. Úgyhogy ott vagyok egyébként 100 fölött, top 100 fölött voltam akár, és így eljöttem, hogy mindenki rattul meg fog indulni, a klubba ugye mindenki meg fog indulni, a klubok meg fognak indulni, és hát az ő lennében megtartani a második helyedben, és ugye emiatt is kezdtem el ezt én is jelni, mert én abban ezt nem akartam ezt nagyon kihasználni, viszont ugye hát, hogyha nem akarsz leesni, akkor nincs más lehetőséged. Nyilván, hogyha tudod az, hogy pár hónap múlva, akik szarak, azok így is úgy is vissza fognak esni, majd ugyanúgy arra kupára, hogy a trophy season miatt, amit ugye ők tudnak tartani. A másik dolog, az pedig az, hogy valószínűleg, ha ennek vége
a Sevennek. És te ilyen ezzel akarsz pusolni, az így ötször könnyebb lesz, mert ilyen 20 rekupások is fel tudtak pusolni, akik abban rajta nem tudnak ugye ilyen szinten játszani, és ezért ugye azok is össze fog tudni dobni a matchmaking, ami hát nem jó. Tehát az jó, hogy itt már nem csak a kupa rendszer borítja fel, hanem a matchmaking rendszer is borítja fel, még a matchmaking alapban sem volt jó. Én nem is tudom, hogy így már lesz komolyan mondom, végig van az Sevennek, és itt be fog csapódni Meteorkörben a matchmaking szerverekben, de ez úgy is megtörtént, és amúgy sem bírják meg a szerverek ezt a lesz sok power appot egyébként, nagyon sokszor volt már ilyen, hogy server errort kaptunk, nagyon sokszor, vagy az, hogy fura kikresselt a játék, tehát olyan történt, hogy szóval meghaltak a szerverek in-game, utána valaki kilépett, az nem engedte vissza a játékba, de azért tudta spectatorni azt a meccset, amit még ment, de ő abban nem tudott visszalépni, meg ilyenek voltak egyben az Sevennek, tehát hogy így ez így, szar a szerver, nyilván ugye nem bírja elbírni ezt a kurva sok playeret, aki bejött a spongyobom miatt, meg hát nyilván ugye bár ezt a sok-sok power appot, ezt szeretett sok effektet nyilvánvalóan, és amúgy nyilván ugye bár én, aki ugye hím, hogy ez már magas kupás pedigekkel is kicsesés egyébként, hogy ugye mit tudom én, lehet, hogy mondjuk én ugye én lehet, hogy egy csomó ember nagyon sokat szemezett az, hogy rank 30-at szerezzen, aztán bejön az event is, és ilyen órák alatt kettőket lehet felpusolni, hogy ilyenek, mint ahogy én is csináltam, ugye volt erről a videóm. Tehát ez kicsesés a nagy kupás pedigekkel is, a kis kupás pedigekkel viszont annyira nem, nyilván ugye nekik hosszú távon ez kicsesés, ugye vissza fognak esni, és nem fogják tudni ezt bírni, ugye tartani a kuparendszert. Tehát igazából ez mindenkinek rossz, egyedül a szuperszerek ugye, és nagyon jó pénzük jön belőle. Ami nekünk is lehetne jó, ugyanis hogyha azt a redvás pénzt arra költnék végre, hogy normális szerveleket tudjon csinálni, én ennek a legboldogabb ember a világon. Tehát hogy nagyon remélem, hogy egyébként fognak új szerveleket venni, vagy megcsinálni normális szerveleket, mert amit az elmúlt napokban történt ennek a nem is tudom én elvennek összehetően, hát én nem tudom, a szárral gyakorlatilag így meg voltak halva nagyon sokszor, nagyon durván. És ugye nyilván azért annak összehetően nagyon sok csúsz van, ugye minden van. A másik, ami nagyon idegesítő volt, ez a farmolós bug, hogy nagyon sok bug volt gyakorlatilag, nyilván abból ugye a legeffektívebb ez a farmolás, hogy ugye ki tudtad magad farmolni, ugye ez 6000 power cube-ra, és így gyakorlatilag ugye instant helyre tudtál venni mindenkit, mert megölhetetlen voltál. És tehát ezeket mondjuk, hogy hát nem tudom, én nem tudom, hogy ezt a Supercell miért nem javítottak ki, mert ezt még mai napig bárki meg tudja csinálni, és a Supercell ez is szarja amúgy, hogy ez így megtörténik egyébként. Szóval én nem értem, a másik dolog az pedig az, hogyha ennyire durván kell a Supercellnek a pénzt, mert úgy néz, hogy ennyire durván, hogy a Supercell most ne szartja az, hogy felborult a kuparendszer, hogy mindenki hirtelen felment rank 30-ra, hogy felborult szinte minden, ők ne szarják, hogy úgy néz, hogy nekik ennyire fontos a pénz, hogy igazából pályákat tesznek érte, úgy néz, hogy ezt felborítottak mindent. Gondolom, és ezt nem gondolom, hogy ez történt meg. Szóval ezek között ugye nagyon könnyen lehet felpusolni magas kupás, hogyha valaki ezt még nem használta ki, akkor innen nem is mondom neki, hogy mindenféleképpen használtok ki egyébként, és nagyon durva. Viszont szerintem ez a videó most ennyi lett volna, csak remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, és többet kell lájkot a videóra. Találkozunk legközelebb, na de akkor sziasztok!